Jó estét kívánok, hölgyeim, jó estét kívánok, uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 13. Minden Magyarok Néptánc Fesztiválján megjelent kedves vendégeinket. Az elkövetkezendő 3 nap tisztelegve nemzeti ünnepünk előtt a néptáncról, a népzenéről fog szólni, amely remélhetőleg elnyeri tetszésüket. Engedjék meg, hogy elsőként felkérjem Domokos László urat, a megyei közgyűlés elnökét, nyissa meg a fesztivált. Tisztelt érdeklődő közönség, kedves hölgyeim és uraim, kedves külföldi és hazai vendégeink! Békés megye képviselőtestülete és a fesztivált rendezők nevében őszinte barátsággal köszöntöm Önöket. A Békési Táncélet című időszaki kiadványban közel 40 éve jelent meg Rábai Miklós koreográfus alábbi gondolatai. Mára sok minden megváltozott, de a néptáncosok szelleme nem. Mert ma is vannak nagy tapsok, ma is vannak nagy füttyök, vannak nagy viták, szenvedélyek csapnak össze, mert ez a művészet nem szereti a nagy csendet. És ez a helyes, mert művészetünk éltető eleme az állandó megújulás, az állandó lelki frissesség. Egy cél vezet mindannyiunkat, a néphagyomány kincseit megőrizni, a felhasználhatóvá tenni a mai világban is. Hogy ez vitákkal, szenvedélyes kinyilatkoztatásokkal történik, az nem baj, elbírjuk. A fő az, hogy a néphagyomány ne kopott, foltos, vak, hanem olyan tükör legyen, melybe belepillantva, a múltból a jelent látva, a jövőben nézhessünk. És ehhez vitatkozhatunk, beszélhetünk, kinyilatkoztathatunk, mindez nem baj, de nem is fontos. Fontosak a művek, amelyek születtek, és majd ezután is születnek, mert ezek fogják éltetni tovább is az értéket, a hagyományt. Eddig az idézet. Úgy gondolom, e sorok számára semmit sem veszítettek aktualitásukból, mert a tánc olyan művészet, amely fogalmak nélkül tud gondolatokat közölni, szavak nélkül tud érzelmeket kelteni, eseményeket, hangulatokat láthatóvá tenni. Tud a mai élet problémáira érzékenyen reagálni, egyetemes és nemzeti nyelven szólva nemzetközi eszméket tolmácsolni és egyetértést teremteni. Nagy hatalom ez, amelyet közös feladatunk az emberi haladás szolgálatában állítani. Ez történik immár 16 éve itt Gyulán, a Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc Fesztiválján, ahol pályázati támogatással a város és Békés megye képviselőtestületeinek anyagi támogatásával randevút adnak egymásnak a hazai együttesek mellett a Kárpát-medence, Európa, a világ hagyományt ápoló néptánc együttesei, zenészei. Azok az emberek, amatőrök és hivatásos művészek, akik saját tradíciójuk, néptáncaik és népzenéjük megőrzésén, megújításán fáradoznak. Ők népünk, nemzetük, gyönyörű, színes, látványos néphagyományukat hozzák el nekünk, mindannyiunk örömére. Néhány meglepő, de úgy hiszem, lelkünket is melengető adat. 16 év alatt a világ 30 országából 121 együttes, 3945 táncos és zenész volt megyénk és Gyula városának vendége. Elvitték az itt élők vendégszeretetének jó hírét, és tudjuk, hogy sokan vissza is térnek kellemes emlékeik egykori színhelyére, hiszen szoros családi és baráti kapcsolatok is szövődtek az évek folyamán. Reméljük, így lesz ez most is, hiszen a hazai csoportokon túl olasz, görög, román, finn és lengyel együttesek is elhozták néptánc kultúrájuk gyöngyszemeit. Őket külön is nagy-nagy tisztelettel és barátsággal köszöntök. Az ő produkcióikat szeretettel várják Gyulán kívül Eleken, Újkígyóson, Kétegyházán és Lőkésházán is.
Persze a négy napos rendezvénysorozat a térség jelentős turisztikai és kulturális eseménye is, hiszen 150 kilométeres körzetben ebben az időszakban hasonló jellegű rendezvényekre nem kerül sor. A kitűnő és fergeteges táncbemutatókon túl lesz népművészeti játszó és alkotóház a gyerekeknek, lovas és fogat bemutató a Várkertben, esténként közös táncház, népművészeti kiállítás és vásár. Nem maradhat ki a gasztronómia sem, megkóstolhatjuk a résztvevő nemzetek hazai specialitásait, de kínálni fogják a frissen sült kiváló magyar kenyeret is. Tehát lesz látványos és színvonalas program, a város polgárai, a városban üdülő és rendezvényekre ide látogató érdeklődők számára. Érezzék jól magukat, találjanak új barátokat, vigyék jó hírünket a világba. Augusztus 20-án pedig ünnepeljük együtt, tisztelegünk méltó módon nemzeti ünnepünk előtt. A 13. Nemzetközi Néptáncfesztivált ezzel megnyitom. Köszönöm meg tisztelő figyelmet! Nagyon szépen köszönöm Domokos László megnyitó szavait, és ezzel tulajdonképpen kezdetét is veszi a fesztivál. Engedjék meg, hogy elsőként a házigazdák köszöntsék Önöket, hiszen a Gyulai Alapfokoktatási Intézmény néptánc tanszakának Cimbora Gyermek Táncegyüttese és Manninger György Ifjúsági Együttese következik. Téglás Ferenc, Boriné Körisi Beatrix, Horváth Péter, Magyar Szent Benedeki Táncok című koreográfiáját mutatják be, kísér a Téglás zenekar. Minden kedves ide látogató vendégnek, Gyulainak és környékbelinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, induljon a fesztivál!